A nyeretlenül érkező Bonyhád ellen nagyszerűen kezdték a meccset a hazaiak, Cura vezérletével sorra szerezték a kosarakat, hátul pedig kiválóan működött a védekezés, így az első negyed után 26-5 állt az eredményjelzőn. A második 10 percben sem változott a játék képe, a vendégek egyszerűen nem találtak fogást a cápákon, így ez a szakasz 24-4-jel zárult. Az 50-9-es első félidő után nem maradt sok kérdés, persze a hátralévő 20 percet is le kellett játszani. A bonyhádiak ekkor már megvillantottak valamit tudásukból, de közelebb nem tudtak kerülni a nyíregyháziakhoz, akiknél valamennyi játékosnak lehetőséget adott Siska János edző. Én nehezebb mérkőzésre számítottam, gratulálok a csapatnak a hozzáálláshoz, örülök, hogy a mérkőzés elejétől kezdve komolyan vették a srácok, és hát látszik a különbségen is. Én úgy gondolom, hogy egyre jobban összeérik a csapat, egyre jobb formában vagyunk, és jönnek a nehezebb mérkőzések, odaidőzítjük majd a csúcsformánkat mindenképpen. Bazsó Bruno 24 perc alatt 23 pontig jutott, és 32-es eredményindexet ért el. A nyáron érkezett játékos szerint már a mérkőzés elején sikerült megalapozniuk a győzelmet. Nagyon jól kezdtük el a mérkőzést, már az első negyedben, ha jól tudom, 20 pont fölé került a különbség, és onnantól igazából ezt végig meg tudtuk tartani, úgyhogy mondhatjuk, hogy ez egy könnyű győzelem volt, nem lenézve az ellenfelet. Nagyon jól éreztem magam, szerencsére ma beestek a dobásaim, ez nem mindig van így, ugye, de menni kell tovább, most úgy gondolom, hogy majd a következő meccs az még nehezebb lesz, és azon is ugyanígy kell teljesíteni. A hetedik forduló további eredményei a következők: BKG Prémes Oroszlány 60-73, MAFS Budapesti Honvéd 85-70, MTK Török Bálint Nagykőrös 80-76, MEAFS Miskolc Veszprém 74-92, Vasas Akadémia PVSK 108-49 és Budafok Békés 97-89. A tabella élén a Veszprém áll 7 győzelemmel, megelőzve az egyaránt 6-1-es mutatóval rendelkező Oroszlányt és MAFS-ot. A Nyíregyháza Blue Sharks 5 győzelemmel és 2 vereséggel az 5. helyen várja vasárnapi pécsi vendégjátékát.